Üdvözlök ismét mindenkit! Tovább fogom folytatni a friss témát. Az internetet. Mi is az internet? Az internet legelsőnek a katonaságon lett létrehozva. Utána legelső, ami ARPANET volt. Mai szinten, az 21. században már szinte mindenhol van internet. Van wireless internet, tehát mobiltelefonos, kábeles, telefonvezetékes, ami lehet ADSL, VDSL. Vannak újabban az optikai hálózatok. Mi erre felé nincsen. Itt jön most a lényeges dolgok. Melyik az ajánlatos? Amerre van, jutom itt Zonatica felé, mobil hálózat van képítve, ez a VIF mobilnak adótornya van kirakva, jó közel van a lakok, nyilvánvalóan az nekem elég jó fog lenne a jelszint. Volt az a régebben az a kábel internet, ami szét van teljesen darabolva, úgy van csinálva, hogy nem lehet rajta streamelni. Érződik rajta, hogy valamikor beakad, és aztán töltődik. Hogy valami kísérletetésekkel van megoldva, sebesség. Észre lehet venni rajta manuálisan. Mennyire is. Hibás. És itt lehet tenni. Itt is lehet vele tenni. Nyilvánvalóan. Másik szolgáltatáshoz kell fordulni. Nem pedig a megszokott vackokhoz. Volt kb. Olyan 6-7 évig, és mindig érződött rajta, hogy lagzik. Beakad, és aztán van. Az egy idő után már zavaróvá tud válni. Úgy kell képzelni, ja? Például, hogyha online filmet néztek, bizonyos ideig betölti, aztán valami történik, és tovább tölti. Nem folytonos. Szóval akkor látszódik meg, mondhat egy streamet, hogy a képkockák szétesznek össze-vissza, lesznek majd darabolva, és az olyan. És egyszerűen nem kellett tovább. És van ilyen mobil internetecske. Már jó ideje. Hol a képkockák nem esnek szét. Jobb a valami benne. Már valami van megoldva, lehessen rajta streamelni. Live élőadást adni. Nem esnek szét a képkockák, annyival jobb az egész. És van itten rengeteg szolgáltató is van. Van ilyen Orion, Astra, Beotel, mind-mind. Mert a Telekom Trubias hálózatra van képítve. Kell hozzá a fix telefonvonal, hogy bírjátok internetezni erre felé. Már húzza ki saját optikai kábelt. És akkor egyszerűen nincsen. Az optikai kábel, ha bekötik, külön táp egység is kell neki. Tehát láttam, rákötik, és te házadba lesz egy doboz felszerelve, jön, és aztán tovább lesz osztva tőled a vezetékek.
már a 21. század. Olyan lehetek, ahol minél gyorsabb internet kell, minél több streameket. Egyéb más mindent lehet rajta nézni, meg se nincs nagyon nagy értelme. Ha nincs meg a olyan hálózatot van, amin szétessék a képek, beakadozik, beaggozik ilyen kapcsolatoknál, hát az nem annyira jó, mint ami. Lehet, hogy jobban lassabb, de egyszerűen nem. Érződik rajta, hogy nem akadozik, hogy folyton van. És az jobb szerintem, hogy stabilabb. És akkor van rá megoldás. Itt is kell tennetek. Ez csak az illet megemlítve, mennyire is fölösleges ez a kábel, meg ilyen telefonvezetékek már. Ha van ez a mobil technikák, ilyen 4G-s, 5G-s hálózatok, sokkal nagyobb annak lehet, mint a régi kábelek, ami 1920-as vagy kb. Úgy 1920-as vagy 30-as évek technológián alapszik. 100 éves technológia, 4G meg az 5G, 4G az kb. Van olyan 6 vagy 9 éves, lehet már. Régóta van, mi az képest a régi. Itt is el lehet azon tűnődni. Mindig melyik a jobb? Olyan minél többet lehet illegálisan letorrentolni filmeket. Egyszerűen filmeket kell nézni. Sorozatokat, hát tudom, akkor a napi kultúrán növekedni fog. És közben valóságban mi is történik? És nem tudom, mit lehet tenni. Az agyam, hogy épüljön nyugodtan, leszek egy munkás. A munkás leszek. Megcsinálom az egy feladathoz, másra nem törődöm. Vannak céljaim. Megkapom a minimális órabért. És megélek belőle. Ja, ez kicsikét olyan. Eléggé rosszul hangzott. Most komolyan, kinek van cél? Minek kell a cél? Mi a felének? Amit elérni? Egy bizonyos feladatot teljesíteni? Amikor sokkal több mindent is meg lehet valósítani. Attól függően, hogy mennyit szeretsz kockáztatni. Ha sokat mersz, annál több pénzed lesz, ha kevesebbet meg, annál kevesebbet. Ez így igaz is. Vannak ezek a TV csomagok. A minimális csomag már 3000 dinárnál kezdődenek. Van magyar nyelvű csatornák is. Mikor az interneten rengeteg angol nyelvű adást lehet nézni. Ingyen. És egyszerűen, ha nem értesz angolul, nem tudsz más nyelveket, akkor nem nézheted. Úgy 3000 dinár havonta.
átlagban azt fogok csinálni. A 35-35 ezer inárfú a számlák. Itt meg is van a nagy szórakozás. Ez ellen egyszerűen nem. Nem tudtok tenni, mert az oktatás egyéb más minden. Ez az internetezés. Mind-mind ezt akarja. Már oldás korban el van minden rontva. Kallatnak az ovoninére. Ez egy másik dolog, ez szó téma. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok! Thank you.